Akkor sziasztok, jó estét mindenkinek, üdvözlelek titeket. Jelenleg most békésen vagyunk, és megyünk a Denevérbe bulizni, és közben csinálunk egy ilyen fedezzük fel békés videót is, ahogy ma sikerül. Hát nyilván ma este van így, nem nagyon lehet kamerázni se, de azért megpróbáljuk, ahol van közvilágítás, ott azért nagyjából látszik mi a helyzet. De látjátok itt, rögtön bementem a sötét utcába, és semmi. De majd itt mindjárt mutatok egy helyi érdekességet, amint beírunk a közvilágítás alá. Addig meg majd csak beszélek. Aztán majd fogok még a puliba is jelentkezni, nyilván a koncertekbe, és valamit fel fogok venni. Hát a többit meg majd meglátjuk. Úgyhogy tartsatok velünk. Na itt már azért egész jól lát a kamera. Ez éppen a kis Pince utca vége. Vagyis hát eleje, hogyha kezdőpont felől nézzük. De majd a főtéren még próbálkozok videózni. Szállt a sikerül, meg majd ott a média központnál, a Tonai Rádió volt, még ott is megpróbálok. Lássátok fel, itt vagyunk a sportcsarnok mögött. És ide épült még egy infópont. Hát most a sötétben nem tudom, mennyire látszik. Ezt én még soha nem láttam nyitva egyébként, így békésiként. Viszont az új híd a csatornán, az viszont 2007 óta működik és aktívan használják. Pedig itt mellettem a műfáz. Aztán azt hiszem, most egy hivatalos neve valami Kecskeméti Gábor Kultúrás Központban, stb. De egyébként ez volt a művelődési ház, a helyi. És amit meg akartam nektek mutatni, az majd most jön. Ez a hatalmas nagy tolony. Ez azt hiszem médiatolonynak is hívják hivatalosan, de régebben itt volt a központja a Kábel TV-nek, és itt van a Békési Tonai Rádiónak is a stúdiója, ami már nem működik. Csak legalábbis csak annyira, hogy csak zenéket sugároz már, vagy másfél éve. És egyébként régen még ott volt valahol egy hatalmas nagy parabola antenna is az épületen, amikor még a Kábel TV adását innen lőtték ki. Van kicsi jobban, az a baj, hogy sötét van és nem nagyon látszik. Szerintem a kamera nem látja, de itt az épület tetején itt van a rádióadó. És a Tonai Rádió stúdia pedig valahol ott van, az ablakban. És aztán pont 2017 elején szűnt meg annyira, hogy már megszűnt a műsor, tehát nincs már állandó stáb, nem semmilyen rádió műsor nincsen, csak zenéket sugároz. De azt a mai napig töretlenül. Mindjárt megnézzük, hát ha van valami kiírás is itt az épületen, de közben úgy tudom, hogy már a Tonai Rádiót működtető BT-t is felszámolták, tehát nem tudom, hogy is. És azt is hallottam, hogy novemberben valamikor lejár az engem ilyen frekvenciál, és tehát valószínűleg addig fog csak működni ez is, de ja, ennyi van itt. Hát egyébként itt még egyszer is voltam a stúdióban nagyon régen. Hát, de szerintem már nagyjából hónapok óta senki nem járt a stúdióba, hanem be van állítva egy számítógép, meg egy random playlist, aztán hadd menjen. Gyakorlatilag szerintem a másfél éve így működik körülbelül. És egyébként azért a sportcsarnok hátsó bejárata, ez pedig szintén a műfázhoz tartozik. Meg egyébként az egyik a szem ötvös József, vagy ötvös Lóránt általános iskolának hívják. Ja, itt van egyébként a Kecskeméti Gábor Kultúrás Központ, hát akkor mégis itt. Ja, és itt van egy ötvös János általános iskola. Mert egyébként ez régebben egyes számú általános iskola volt. Tehát azt tudom, hogy amikor még én voltam iskoláskorú, meg még egyébként alsó tagozatban jártam is ebbe az iskolába. Ugye 2-3 évig, de nem sok jó emlékem van innen. De akkoriban még volt Békésen 3 iskola, és akkor így szerintem, hogy egyes számú, kettes számú és hármas számú, aztán a kettes számú volt a Kadas Teréz általános iskola, az egyébként ott van a túloldal, de most nem esik útba, úgyhogy azt nem mutatom meg. De egyébként itt át kell menni a hídon, és úgy Sréhen szemben van. A hármas számú meg a Dr. Hepp Ferencet. Aztán azóta lehet, hogy ezeket is átnevezték már másra. De én de a legtöbbet a Kadasba jártam. Az pedig ott a csatorna túloldalán. Visszatekintés magára az épületre, egyébként nagyon érdekes ez az épület, meg egyébként maga ez az egész épület a műfázból is nagyon titokzatos, meg érdekes. Régebben így barangolt különösen meg, itt rögtön a főbejárat a szemben van egy színházterem, ahol rendszeresen valami iskolai ünnepségi program volt, akkor mindig ide jártunk hát. Ott pedig régebben ott volt a bejárattól balra az étkezde, az ebédlő, és fölötte volt egy ilyen könyvtárszoba, vagy egy ilyen könyvtár rész, ahol meg ilyen tévé, meg videó volt, és akkor ott meg ezek a kulturális műsorok mentek. Ott kellett például kötelezően megnéznünk az Egri csillagokat, mondjuk azt nem is nagyon bántam, mert az jó film volt. De ugyanis, hogy még a honfoglalás is ott kellett kötelezően megnéznünk, azt viszont
Viszont borzalmas volt, azt végig szenvedtük, de legalább ott bicsak kellett iskolába lenni. De ez pedig csak egy helyi kosárlabdapálya. Hát ez a tipikus, hogy a fedezzük fel békést éjszaka videó lesz. Nem tudom, majd végül mi lesz belőle, mit vágok bele, mit nem. Amit lehet filmezek. Itt azért vannak ezek a modern ledes közvilágítás, ami kamerának nem túl jó, mert látjátok, nem lát semmit. Aztán majd megyünk akkor tovább, és szétnézünk arra is. És egyébként Békésen rengeteg ilyen műemléképület van, ez is az egyik. Egyébként nem mondtam eddig, de a Jantyik Mátyás utcán vagyunk, ez itt végig az, tehát ott, ahol a műfász, meg a többi van, az is az, viszont a rádióadó az már a Csíkos utcához tartozik, az egyel arrébb van. Ez a párhuzamos utca ezzel, és hát nem tudom, most nem tudom mennyire, ennél jobban nem tudom megmutatni. Meg úgy látom a fehér egyensúlyt se jól lőtte be a kamera, de ez itt azt hiszem régen ez egy szülőotthon volt, ha jól emlékszem, de most nem tudom, hogy egyáltalán van-e benne valami. De rengeteg ilyen műemléke épület van, és a Kispince utcán még tudok kettőt, amiben laknak is. És ugye a műemlékvédelem alatt áll, de gondolom, hogy bérlői vannak csak, mert szerintem önkormányzati tulajdon. A Bagoly vendéglő, ami most valószínűleg úgy tűnik, hogy még nyitva is van, pedig úgy tudom, hogy ez nem szokott állandóan nyitva lenni, csak lehet, hogy valami rendezvény van most és amiatt. Hát kár, hogy itt a liget felefordítva a kamerát a sötétben semmi nem látszik, mert ezt letemetetni. Nagyon sokáig itt volt mindig április 30-án a Republic koncert. Aztán később költözött át ott a műfáz mögötti placon, amikor az elkészült. Hát, és akkor közeledünk a főtér fele. Úgy látszik, az a fagyizó még megvan. Itt régebben, mert itt is sokszor voltam fagyizni. Sem megérkezünk a főtér, de közben itt még ezt megmutatok nektek ezt az emlékművet. Ez István királynak egy emlékműve. Igazából István királytól vannak idézetek, Szent István királyunkról. Hát az a baj, hogy így sötétben nem látszik, úgyhogy felolvasni meg most nem fogom nektek. Bánom erről megmutatni, itt kicsit több fény éri. Hát igen, az az éjszakai békési túlevezetés, ez ilyen. Ennek ez a hátránya, de hát most amúgy is mennék a város túlsó végébe, amúgy is gyalog vagyok, amúgy is van nálam kamera, akkor meg miért ne. És egyébként ez már itt a, mondhatni a főút, legalábbis sokáig az volt. Itt most is főút még, csak régebben ugye itt ment a 47-es főút, csak azt eltelelték belépve, most már ez 470-es, de ugyanúgy egy másodrendi út. És akkor itt van két buszlangál, és ami érdekes még, hogy régebben, ugye 1960-ig azt hiszem, itt ment az Alföldi első gazdasági vasútnak a vágánya. Így arra ugye tovább vésztő fele, és így jött. Hát itt ment, és akkor ott a másik templomnál ugye elkanyarodott ott a Kossuth Lajos utcán, és a Békési Máv állomás után a Május 1 park mögött ment. És úgy ment békésebb a fele. Énként mindjárt ugye közelítünk az egyik híthoz. Lássátok feleim, itt van az élővíz csatorna, vagy ahogy Békésen nevezik a Büdösködös. Egyébként a nevét onnan kapta, hogy Büdösködös a békéscsabai konzervgyártól annó, mert ott engedték bele rengeteg szmötyit meg csuvát, és emiatt eléggé koszos meg büdös volt a vize. Még mióta nincsen konzervgyár, azóta ugye már nincs ilyen belengedett szennyezés, de hát a név az megmaradt. És egyébként igen, az OTP bank az még mindig ott van, az már régebben is ott volt, sőt régebben ott még volt az épület oldalán egy ilyen neon reklámos OTP, ami a betűk világítottak ilyen zöld színbe. A régi neon reklám az nagyon hangulatos volt. De az már nagyon régóta nincsen, legalább 20 éve megszűnsőleg, vagy lehet, hogy még régebben. Zebrán is elmegyünk a piac fele. Azt mondhatom, bár szerintem a piacból se sokat fogtok látni, de azért úgyis arra kell menjek, úgyhogy ezt megmutatom még. A templomról még, mondok még pár szót erről a templomról, ha már úgyis itt van ez. De úgy tudom, de ezt régebben, mert fradista templomnak is hívtuk, mert régebben tényleg ilyen zöld-fehér színe volt. Úgyhogy itt ezek a falak, amik most a sárga, az zöld volt, és ilyen fehér. Ilyen, mellette meg azok az oszlopok fejek voltak, és akkor azt is sokáig fradista templomnak hívta mindenki. És egyébként egy kicsivel arrébb van még egy templom, az a református templom. És ott, amit mutattam az előbb, a görög-keleti templom volt. Vagyunk a katolikus templom mellett. Hát itt van egy feszület, és ami még érdekes, ez egy kút volt régen. Egy ilyen áttézi vízi kút volt, így sokáig itt folyt a víz, még emlékszem gyerekkoromból, itt még gyakorlatilag itt folyt a víz folyamatosan, és még kannákkal jártak ide vízért. Aztán szerintem, hogy lehet, hogy most is csak
Csak ott szereltek rá, de lehet, hogy ez még működik. Hát már nem működik. Hát ez még jó kérdés, ez most végleg üzemen kívül van helyezve, vagy sem. Hát nem baj, majd kiderül. Mondom, majd a Békés Annó Facebook csoportban elmondják. És ott van az, szembe a dübögő étterem, ami még elég híres Békésen. Mint a legvég volt, legrégebbi. Ilyenkor kajád, a szórakozóhely, stb. Mellette neked most már ázsiai áruháznak hívják, de ez régen ez egy ilyen kétszintes, ilyen több üzletnek otthont adó áruház volt, azt mondjuk a 60-as évek közepén építették, ilyen látszik ez a minimalista szociál design, körülbelül ez a nagy kocka, mint a mellette lévő ház. Hát ez akkoriban megszokott volt. Meg régebben ott a földszintjén volt a Skála áruház, aztán Juronik lett belőle, szintén műszaki. Hát most meg már kínai az egész. Az is egy kínai volt, mellette ott cserepeli mobilos. És igen, ez a Széchenyi tér. Ez már mondhatni a város főtere. És régebben egyébként itt volt a piac is. Még ugye a 1900-as évek elején, még a múlt század elején, és akkor a kisvasútnak iparvágánya vezetett be ide. Ott jött valahol, hogy arról csatlakozott be ide egy iparvágány. Igen, a fővonal, meg az arra volt. Én már mutattam, hogy a... És egyébként az egyik kis... Volt is itt egy megálló a kisvasútnak. Annak a helyére épült az áruház, miután a vasút megszűnt. Szóval aztán úgy is hívták, hogy Békés Széchenyi tér megálló, vagy Békés főtér. De ennek az épületnek a helyén volt a megálló, és itt állt meg előtte a vonat. És 1960, azt hiszem 60-ban szüntették meg a kisvasutat, és olyan 65-66 környékén kezdték el ezt az áruházat építeni. Túloldal szemben van a posta, meg úgy látom a Libresso, vagy nem tudom, hogy hívják, ami itt van, az régebben a Libresso volt, sokáig volt Liba is, meg Jamel, meg nem tudom, de annak annyi neve volt, most nem tudom éppen, hogy hívják, vagy egyáltalán itt van. De mindegy, ez most kimarad, és akkor itt van még egy. És itt még az érdekes, hogy itt végén volt egy ilyen, ezért egy görög isten, egy Niké szobor, ami ilyen hatalmas nagy talapzata volt, és ilyen lejtős volt. Hát emlékszem, gyerekként végén azon sokat csúszáztam, meg szerintem mindenki, mert ilyen nagyon síkos fölte volt, és nagyon jól csúszott. Úgyhogy azon mindenki csúszálott. Hát azzal sem tudom, hogy mi lett, azt valahova elvitték még régebben. És hát nem tudom, ez pedig szerintem egy 56-os emlék lenne. Hát, de jó, hogy évtizedekig itt laktam, aztán fingom sincsen most, amikor mondani kéne, hogy milyen emlékművek vannak itt, de igen, ez egy 1848-as, meg 1956-os. Látszik a lyukas magyar zászló, az megvan. És akkor megnézzük a másik oldalról is. Ez legalább jól ki van világítva. Csak a fehér egyensúlyt kell majd szerintem egy kicsit hozzányúlni, hogy jó legyen. Hát ennyi, ez egy 48-as, meg egy 56-os emlékmű is egyben. És egyébként itt szokott lenni a város karácsonyfája is. Ott az a fenyőfa szokott talán lenni feldíszítve, és az szokott lenni a mindenki karácsonyfája, meg ez meg az adventi vásár is mindig itt van. Úgyhogy még az, de hát... Hát, hogyha egy hónappal később jövök, akkor ez már én. Sőt, akkor már biztos, mert december 1-től már advent van. Nézzétek meg. Nagyon az ászló, és akkor még a másik oldalról megmutatom nektek, járjuk körbe ezt a szobrot, ha már itt vagyunk. Művelődjünk egy kicsit, mielőtt elmegyünk bulizni. Na, most akkor lassan közelítünk a plébánia fele. Ott van a szembe, csak most a sötétben nagyon látszik, de ott van a templom, tudom, az a református templom. És mellette van a plébánia épülete. Hát ott soha nem jártam egybe, de abban a templomban egyszer vagy kétszer már voltam bent. Egyszer emlékszem valami, azt hiszem töri órám, hogy valamikor volt egy ilyen, hogy elhoztak minket ide, hogy lássunk ilyesmit is a látogatóba, de sok minden abból sem adott meg, hát igazából minden templom ugyanúgy néz ki belülről. Minimális eltérésekkel, de székek, oltár, és egy gyóntatófülke, vagy ilyesmi, mi más lett egy templomba. Minden templom ugyanúgy néz ki. És a fiatalok szintén mennek bulizni. Hallgatják Bluetooth hangszóra a zenét, stb. Nekem meg nincs Bluetooth hangszóra, mi azért nem csinálom. Na, és akkor itt van még ez a városházi buszmegálló, ez nekem csak azért nevezetes, mert
Nagyon sokszor szálltam itt fel a buszra, amikor középiskolás voltam innen. Általában itt szálltam fel, meg itt szálltam le a buszra mindig, mikor mentem iskolába. Eddig ilyen itt oda kisétáltam, vagy kibicikliztem, aztán itt kell le buszra szállni, és akkor nézzétek csak, meg itt van a Békési harang. Na, ezt megnézzük. Ez bizonyít egy hatalmas nagy harang. Lássátok, feleim. De az milyen jó, hogy pedig hányszor elmentem mellette, meg sokáig itt is laktam, aztán még én is meglepődök ilyesmiken. Hívom a... mi ez? Az élőket. Megsiratom a holtakat. És akkor... mi ez? Az a baj, nem látom, mert sötét van. Villámokat, ja, megtöröm a villámokat. Tehát hívom az élőket, megcsináltam a holtakat, megtöröm a villámokat, ez van ráírva. És szerintem ez a régi halang lesz. A régi békési halang. Egyébként van egy ilyen helyi legenda is, hogy Békést azt a szívják Madzagfalvának is. És ilyen Madzagfalvi napok az még őrzi is ezt az emléket. Itt a református templom, csak hogy mutassam, hogy itt van. Ennél jobb fényben úgyse fogjátok látni. És meg onnan verzem ez a Madzagfalvi. Na, ez az egyik verzió, ami úgy nagyon ismert errefele, és mindenki tudja, hogy a Békésnek, amikor vettek harangot a templomhoz, hatalmas harangjuk volt, és pénzt kértek a szomszédos mezőbelénytől a harang szóért, mert ugye áthallatszik, és akkor járulnak hozzá, de a mezőbelények nem fizettek, nem járultak érte hozzá, és akkor Békésnek körbekerítették madzaggal a várost, hogy ne hallatszódjon ki a harang szó. Ez az egyik legenda, ezt nagyon sokan ismerik errefele, és volt is ilyen rendezvény, még emlékszem, 20 évvel ezelőtt még itt is voltam, mert kivezéltek minket is iskolától, mindentől, hogy itt az volt a... volt egy ilyen performance, hogy elkezdték ezt a templomot madzaggal körbe keríteni. És kim volt azért, tévéhíradóba is lement, meg többi, tehát ez akkoriban, meg a Békés táblánál itt a helység névtáblánál is kirakták egy nagy fatáblá, hogy Madzagfalva. Tehát így kerül be akkor Békés a hírekbe. És akkor itt van még egy szobor, nézzétek meg. Hát, meg nem mondom, hogy ez micsoda, mert rá sincs írva. Értve, szóval valami rá van írva, de olyan apró betűkkel, meg sötétben van, nem tudom elolvasni. Egyébként a másik kicsivel hihetőbb legenda, hogy miért hívják Békés Madzagfalvának, hogy volt egy kötélgyár, és ugye madzaggyár maga miatt, meg az, hogy Békés nagyon mocsaras területen volt, akkor azért is épült ennyi híd, mert szabályozatlan folyók, itt a Fekete Ködös is itt ment a templom mögött például, és össze-vissza kanyargott, ilyen a körhugyozás vonalvezetésben mindenfele szabályozás előtt, és semmiért mondták, hogy a Békés zsebében mindig van madzag. Hogyha elakadnak ott az én mocsárba, stb., és akkor szükség volt rá mindig, hogy legyen náluk madzag, és mindig volt. Ez volt a másik verziója a Békés és a Madzagfalva legendának. Nektek a másik igazából műemlékvédelmi épület, ez is azt hiszem. És a homlokzat legalább fel lett újítva, ez a Békési Városházának az épülete, és hát ugye a tanácsháza volt régebben. Hát ez számomra annyiban nevezetes egyébként, hogy dolgoztam itt egy pár hónapig. Ez volt az első munkahelyem, úgy 10 évvel ezelőtt. Ráadásul pont ilyen november elején környékén kezdtem itt. Tehát szerintem, hogyha most visszavennék az időbe 10 évet, akkor lenne az, hogy már körülbelül 2 hete itt dolgozok, és ez az első munkahelyem. És rendszeresen jártam be motorral, a biciklivel ide dolgozni, azon a kapun hány szóba mentem. És a belső udvarban, valahol ott volt az informatikus kuckó, és akkor én onnan vigyáztam a rendszert. Nagyon sokáig. Na most már szerintem talán még ezt is elmondhatom. Egyébként itt régen volt egy zebra, ahol most látom, csak megszüntették. De mindegy, azért nem mutatom, tessék, polgármesteri hivatal. Homlokzat fel van újítva, hát belülről nem tudom, hogy eltelt azóta 10 év, mióta nem dolgozok itt, úgyhogy nem tudom, hogy felújították-e. Hát az ászló az egész viharvert. A bíróság előtt kellett majd megmutatni, az, mert a sötétben nem, de nappal nagyon jól látszik, hogy gyakorlatilag már csak szélnaszálak vannak meg belőle. És egyszer itt ebben a másik épület, de ezt mutatom nektek még. Ami ott arra van, hát most már megyek el arra, mert ezeken már kitérő lenne, de még ott is voltak akkor irodák. És azt mondom, hogy itt hányszor szálltam fel a buszra, nagyon sokszor, ebbe a megállóba. És ott szemben van a párja, ott meg rengeteg szelle. És innen egy olyan körülbelül 20-30 perc voltam, ameddig oda sétáltam.
Bár igazából, hogyha végállomásig elmentem volna, akkor az sem lett volna rövidebb, mert szó-szó, de itt egyszerű volt mindig leszállni. Akkor megérkeztünk úgymond a helyi sétáló utcára, ez a múzeum köz, és Széchenyinek a mellszobra. Az épületéket, ami előttem van ez a nagyház pince borozó, vagy most már röviden már csak borozó, de ez is egy műemlékvédelmi épület volt, olyan műemléke, nagyon régi. És itt tégelben is, itt egy étterem is volt, ugye borozó, hogy szórakozó hely is egy idővel, aztán most itt van-e egyáltalán, azt nem tudom. Az itt meg egy standard tájékoztató tábla, ugye igen, persze a könyvtár is arra van, meg a posta. Az STK az emelde van, még útba is esik. Ja, nem fog útba esti, mert itt a Fáj utcán fogok menni, nem megyek át a hídon. És hát ezt megmutatom nektek. Itt volt régen egy lottózó, ja, az mondjuk meg is van, csak egy kicsit arrébb. Ott az utca végén régen egy hentes volt, akkor még békésen sem volt belőle nagyon sok, tehát ezt így kisfárosban az embazinéket megjegyzi, hogy nincs olyan nagy választék, mint a Budapesten vagy akármi, tehát azt mondod, hogyha frissúgosi akarsz jönni, akkor vagy ez a hentes van, vagy egy másik, és gyakorlatilag egybe ki is merült. Volt, amikor számtekból összesen kettő volt az egész városban, volt, amikor csak egy. Az egyik az egyébként pont itt volt valahol, ahova mindig egyszeres jártam, mert igazából nem volt másra hazafele, mert csak oda tudtam bemenni. Ja, meg egyébként az arról tűnik az a számtekból nevezetes, ami itt volt, hogy nekik mindig meg volt a Terror News. Már ilyen 97 elején, amikor felfedeztem, de a régebbi számokat is tőlük kaptam meg annó flopilemezen. Mindig bevittem a flopilemezt, és akkor mondták, hogy ha megkapták az új Terror News-t, akkor adjam a felformázott flopit, és már másolták is rá. Egyébként ez egy nagyon jó kis lemezújság volt, csak így, hogy egy kis reklámot csináljak nekik. Hát, hogyha ott lenne fény, akkor még ezt a kis teret is megmutatnám. Ez a munkaügyi központ. Most már azt hiszem teljes mértékben. Régebben még itt az emeleten működött egy autós iskola, én még itt ide jártam elméleti klasszoktatásra. Amikor 2003-ban a B-s jogsit csináltam, az itt volt az emeletem. A defenzív autós iskolának a tanterme, ahol az elméleti klasszoktatást tartották. Aztán lehet, hogy már a defenzív iskola sincs meg, úgyhogy hiába csináltam neki reklámot. És itt egyébként egy jó hamburgerező volt, a Grill Bar, ami Matt Marinak hívtuk, de az meg itt volt. Hát úgy látszik, már az sincs meg. Így múlik el a világ dicsősége. Itt pedig egy szökőkút, csak nem látszik, mert sötéton. Talán így valamit láttok belőle. Hát igen, ez egy szökőkút, csak most éppen nem működik. Remélhetőleg csak télen kapcsolják ki, egyébként még üzemképes. Hát ez meg ilyen üzletcsor. Ezt egyébként valamikor ugye a 90-es évek végén alakították ezt így ki. Ilyenre, amilyen most. Jó, hát akkor most nézzünk el erre, és akkor még megmutatom a piacot is, már nem mennyire látszik. Lássátok fele, itt van a piac. És a sötétbe. Ja, nem látszik pont a... Sajnos nincsen világításom, de... Tehát az előbb azért csak meg tudtam mutatni azt a táblát. És ráadásul itt régebben az érdekes, hogy először kirakták ezt a táblát mindig a piac területén kerékpár, ami tilos, akkor másnap vagy ma harmadnap már le volt vakarva a kerék a feliratból. Majd maradt annyi, hogy pározni tilos. És itt már kell így néz ki a piac. Szerintem 2007-2008 körül alakították át ilyen fedetre. És hát akkor ezt még így jobban meg tudom mutatni, így itt van fény, meg itt így néz ki a piac. Hát itt nem van is. Ja, egyébként itt a piac mögött volt még régen egy keresztfalk, azt én megmutatom, hogy mi maradt belőle. Mert egyébként aztán egy keresztfalkot építettek a Dánfa Kültülőközpont helyére. Azt még megérne egy külön videót majd egyszer. Mondjuk nyáron, mikor nyitva van. De egyébként nagyon az kint van a város szélén, úgyhogy oda most biztos nem megyek ki. Lássátok fele, mit volt régen a keresztfalk, de itt most úgy látom, azért itt szépen fel van túlva minden. Építkezés. Ja, igen, egyébként volt róla szó, hogy egy évekkel ezelőtt, hogy egy kéziratba csarnokot fognak építeni valahova, és az egyik lehetséges helyszín az pont ez a plac volt, itt a Fáj utca környékén, de
akkoriban voltak tiltakozások így a lakosság, meg többi, hogy ez egy zöld terület, nem ide kérem, mert hát annyi üres telek van még, ahova lehetne, és hogy miért pont ide. Felmerült még ott egy picivel arrébb is, volt egy üres telet ott a spár mögött valahol, hogy még esetleg oda. De ez olyan szempontból jó, tehát ilyen kézilabda csarnoknak, tehát lehet, hogy közel van itt az iskolához, meg a másik ilyen tornateremhez, a hármas iskolának a tornateremhez, és hát hogyha esetleg, mert azt lehet arra is használni, hogy a régi elavult tornateremet akkor feladja az iskola, és akkor a kézilabda csarnokba tartják a tornaórákat, de aztán, szóval, hogy a mi valósul, meg mi nem, és tehát lehet, hogy itt ma az épül. Egyébként itt volt régen a keresztfork. De abból már úgy látom, semmi nem maradt. A helyén itt még megvoltak ugye ezek a leaszfaltozott részek, csak már lekoptak a felfestések. Akkor még itt lengyel piac működött. Hogy hát főleg ilyen Romániából, meg szerintem inkább román piac volt az inkább, mert ilyet gyakorlatilag mindent árultak. Jöttek ide, ugye. Mondom, hogy ki voltak ma minden, ilyen másolt kazettákat, másolt játékokat, sárga kazettás, Nintendo-s játékokat, még talán még Commodore-hoz is árultak kazettán játékot, meg számbérzék PC-hez is. De hát minden másolt kazetták, azok mindig voltak. Amikor volt jár, mondjuk egy új kazettának volt olyan 1200 forint, akkor ők 250-ért adták. Tehát ott látjátok a Peszpark maradványát. Elég szépen néz ki, az már biztos. De ez volt régen a Kresszpark. És hát mondom itt a vadpiac működött azért a hagyományos mellett. Egy újabb tájékoztató távolikkel, mert itt vagyunk a Cseresznye utcán. És egyébként itt van ez a híd. Nem tudom, mennyire látszik, de ezt pár évvel ezelőtt építették csak ide. Egyébként a Cseresznye utcán ez volt az autós híd, és szóval ezt a kerékpárút részeként épült ide. Mert nyilván gyalogosok is használják, mert magán a hídon csak az egyik oldalán van egy vékony járda. Ugye csak ott, és ez mégis biztonságosabb ezen átjönni, bár itt az akkor autóforgalom nincsen pláne este. De mégiscsak ez az új híd, most ezen megyünk át. Kár, hogy nem látszik belőle semmi, egyébként a Cseresznye utcai híd az itt van. De nyilván valamikor 1960 és 64 között épültek ki ezek a mostani modern vasbeton hídak, ezelőtt sok helyen gyalogos meg a közúti híd és sok helyen fa híd volt. Na akkor majdnem minden hídat modernizáltak így egyszerre, így 60-as években. És egyébként hamarosan egyébként mi is megérkezünk. Itt a Balta udvar fele kell majd nekem is elmenni, aztán ott lesz a Denevér klub, ahova megyek. És egyébként ez már megint a főút. Ez az út az békésebb állva egyébként, hogyha ott is sokáig egyenesen, aztán balkanyar, és ez a 470-es út. És akkor lassan meg is érkezek, úgyhogy itt a túránk véget is ért. Megvárom akkor látni, hogy még én is látszok valamennyire, de fedezzük fel, békés éjszaka túra, az most így itt véget ér, mondom, a teljesség igénye nélkül készült a videó. Ami épp útbe esett meg, ami eszembe jutott, azt mutattam meg. Egyébként még sok mindent lehetne, meg majd fogok szerintem még egy ilyet nappal is csinálni. Akkor esetleg még láttok is valamit. Most csak mindegy, mert belőlem sem láttok semmit, úgyhogy akkor itt be is fejezem. Köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok!